Hello, Szilárd! Szeretettel üdvözöllek az e-taxiban. Ciao. Közben kérlek a biztonsági övet, kérek szépen egy útitket, és már el is indulunk ezzel a környezetbarát autóval. Hát előtted pont Attila ült. Nagyon kalandos sztoritok van. Mesélt akkor másokat. Igen, van. Igen, néhány dolgot elmesél, de előtte még hadd kérdezem, hogy hova szeretnél menni. A PSE pályára fölvinnélek. Oké, persze, már el is indulunk. Na hát szóval, egy brutális kalandon vagytok túl. Egészen igen. Izgalmas volt az elindulás előtti nap, néhány óra, az indulás is hát nagyon izgalmasra sikeredett. Hogyan élted meg? Erről mesélj nekem, légy szíves, mert azért egy Budapest Bamakót letolni egy, hát oda cseppet sem való autóval, ha szabad ilyet mondani. Abszolút, ez teljesen megfelel a valóságnak, és ezt így utólag is el tudjuk mondani. Na, milyen volt a te szemszögedből? Hogyan emlékszel vissza most, hogy már így azért eltelt azóta egy kis idő? Fantasztikus volt. Én mindig ezt mondtam ott a csapatban is, hogy mélységek és magasságok. Tényleg ebbe utaztunk 3 héten keresztül, abszolút. Az indulástól kezdve, hogy ugye 10 órakor kiálltunk a műhelyből, és fölértünk délre a rajtra. Tényleg minden nap egy ajándék volt ezzel az autóval. Tehát onnantól kezdve, hogy elindultunk, és nem Balatonvilágosnál lett vége a mi kalandunknak, onnantól kezdve Olaszországig le se állítottuk az autót, ott aludtunk egy rövidet, onnan mentünk tovább, és minden egyes új nap, ahogy jutottunk előrébb országokra, úgy ébredtünk, hogy atya úristen, ez fantasztikus. és tényleg nem maga, jó, nyilván minden ország gyönyörű, megvan a természetváltozások, a látványosságai, meg tényleg ezek az útak is, ahogy a vezetési stílusok változnak sorra. De az egészben a legelképesztőbb szerintem az, hogy tényleg egy ilyen autóval csináltuk ezt meg. Tehát ez adta meg azt a még belsőbb, még fantasztikusabb érzést az egészben. Nagyon durva, mert ugye ez egy 2000-es dízel motorral hajtott autó volt. Gyanítom, ebben a géposztályban nem nagyon voltak a társaitok, illetve akikkel mentetek, nem? Ilyenek nem. Az egyszerűbb TD-kkel, ami még nem ilyen, azt hiszem, magas nyomású dízel, ez már ez a HDI. Igen. Hát ugye nekünk ez ilyen félig meddig felajánlásból jött ez az autó, úgyhogy mi nagyon örültünk neki, és egyébként egy 90 lóerős kis autó, tehát úgy a maga könnyű karosszériájához nagyon jól szedte a lábát aszfalton. Itt ez a kulcs szó, hogy az aszfalton, ugye? Mert azért jelentős távot nem aszfalton tettetek. Igen, hát az a helyzet, hogy ugye mi is abba a hibába kapásból beleestünk, amiben minden bamakós elmondja, hogy ne pakold tele a kocsit mindennel, mert a felére nem lesz szükség, és sokkal nagyobb a rizikója annak, hogy fönnakadsz, megállsz, kitörik a tengelyed, stb. Ha habdeszkáig van rakva az autó. Hát nekünk is, miután mindent behaigáltunk nagy septébe induláskor. Néztem a képeken, hogy azért tele volt az autó teteje. Abszolút, ide mögénk a vezető és az anyósülés mögé nem tudtál benyúlni. Olyan szinten tele volt rakva a személyes holmikkal, rengeteg alkatrészt. Ugye nagyon kevés időnk volt felkészíteni az autót, úgyhogy arra játszottunk 19-re húzva lapot, hogy amit tudunk, viszünk magunkkal, és majd menet közben megoldjuk, improvizálunk. Ugye nem tudtuk, hogy milyen alkatrészellátottság van arra Afrikába. De hát tényleg, tehát utólag most már elmondhatom, hogy szinte semmihez nem kellett nyúlnunk. Ez az autó, ez parád, és ami így csinálta ezt az utat. Tüktöttük, vágtuk szegényt, az alja azért az tehát 4 centi rugóutunk maradt hátul, miután meglettünk pakolva. Azt a minden. És a felfüggesztés teljesen gyári volt, nem nyúltunk hozzá a felfüggesztéshez. Szerencsére az előző gazdája, ő igen sok mindenhez hozzányúlt ebbe az autóba, valószínűleg ez volt a titka annak, hogy ezt így lehozta, és szinte javult meg az út során, hogy úgy mondjam. Volt olyan, hogy elsüllyedtetek például, de azt is volt, sikerült megoldani. Nem is volt nehéz, tehát igazából, hogyha nem volt meg a lendületünk ezeken a homokos szakaszokon, ott azért kellett menni hát egy 40-50 km/h, hogy még húzza a farát maga után. Amint egy picit be kellett lassítani, vagy bármi volt, onnantól kezdve 3-at fordult a kerék, és lényegében a lengőkarok, a motor, az egész alvász fölült a homokra. És onnantól kezdve jött egy nagyon hosszú szantartó körbe,
be ásás, mert igazából azt sem mertük, hogy így, ahogy van, egy másik autóval kirángatni, mert a fele ott maradt volna a homokba. Tehát annyira körülölelte a homok, hogy féltünk, hogy azt a kis zárnyúlványt, a kis lökhárítót, ezt a könnyű kis karosszériát, ez széttépi egy ilyen hatalmas nagy terepjáró, hogyha megindul vele. Majdnem volt is rá példa, amikor Ercsi Gaga előtt ott is elkezdtünk szépen homokozni, így 50 méterről 50 méterre tudtuk ásogatni előrébb a szarát. És akkor jött a megmentünk, egy helyi arab srác, egy Defenderrel, egy régi Defenderrel, és akkor ő akart minket kihúzni a bajból, csak hát ugye lendületből indult neki, és az volt a szerencsénk, hogy a kötél szakadt, nem a karosszéria. Nagy mász lényegkor, fölvesztetek, hogy jaj, hiszem, köszi. Igen, és akkor másodjára minden kézzel, lábbal próbáltam neki magyarázni, mert ugye ja, én nem tudok úgy igazán angolul. Tehát a Lati úgy beszéli az angolt, én úgy töröm. Viszont ez a francia tartományokban nem volt probléma, mert ott ők sem tudtak, tehát ott én voltam előnyben, mert én nekem meg kézenfekvő az, hogy kézzel, lábbal mutogatom, és akkor ott elkezdtem a helyi srácnak is mutogatni, hogy hát akkor légy szíves, feszítsük meg a kötelet, mert ez az autó, ez nem bírja ki még egyszer, hogyha ezt így megtéped. És minden egyes alkalommal így próbáltuk, aztán utána már a barátaink a Vitarával, ővelük ugye meg tudtunk mindent előre beszélni, hogy hogy kéne, hátrafele húzzuk, előre húzzuk, és akkor így aztán minden egyes elakadásból sikeresen kiszedtük szegényt, pedig tényleg voltak olyanok, hogy azt sajnálom, hogy éjszaka történt, meg fáradtak voltunk, meg ugye mindig az első az, hogy hogy oldjuk meg, hogy meneküljünk ki, hogy, és nem az, hogy a kamera elő, és olyan képeket tudtam volna csinálni, hogy eszméletlen, amikor tényleg az egész autó be van borulva, és körülöleli a homok, és ásod, és még folyik köré, és nem fogy, az Istennek nem fogy, már nem tudsz nagyobb dombot tenni magad mögé, fantasztikus. Nagyon szép helyeken jártatok, ugyan mondta igen. Attila, hogy igen, hát az, hogy szerény körülmények között élnek ott az emberek, ez egy nagyon finom megfogalmazás, de hogy a hely, a látvány az azért kárpótol. Igen, gyönyörű tényleg, tehát a mindegyik országnak megvoltak a maga szépségei. A homokdűnéktől az óceánpart, ahol ilyen magas sziklás volt, az is gyönyörű volt, ahol le lehetett menni, fürdeni ezekbe a hatalmas hullámokba. Tényleg, amikor elsőre megláttuk az óceánt, ültünk a kis 99-es évjáratú szarángba, és előttünk az óceán. Szóval, ja, én nekem ugye, tehát alapvetően otthon van egy ilyen autóm. Aha. Nem tudom, azt mesélte Ati, hogy honnan jött az ötlet, hogy ezzel az autóval menjünk. Az ülése roppant kényelmes. Tehát én úgy voltam vele, hogy 8000 km kilométert egy fenékkel végigülni, azt egy ilyenbe, úgyhogy szinte meg se kottyan. Tehát én nekem azért van már némi tapasztalatom 14 év alatt ülni egy szara volánja mögött. Na de amikor ülök a szara volánja mögött, és megjelenik előttem az óceánpart, az elmondhatatlan. Hogyan tudtatok üzemanyagot vételezni, amikor átéltetek oda Afrikába, és hát mennyire volt ez ott necces? Nekünk nem volt ez akkora probléma. Aha. Tehát mindig találtunk legalább olyan benzinkutat, ahol volt staff, tudott nekünk segíteni, és mindig gázolaj került bele. Ugye ez azoknak baj, akiknek kétszer-háromszor ekkora fogyasztása van, mint egy ilyen Citroennek. Mert azért voltak olyanok is, ahol tényleg egy ilyen üvegedénybe méregették, és akkor rohant a srác, és öntögette az autóba, és jó ég tudja, hogy mi jön ki a kis sárkunyhóból, hogy most éppen gázolaj, vagy benzin, vagy mit volt. De nekünk ezzel szerencsére nem volt. Mi egy 20 liter tettünk föl a tetőcsomagtartóra tartaléknak, ha bármi van, eltörik egy cső, kifolyik az összes üzemanyagunk, akkor annyi legyen, hogyha megjavítjuk, újra tudjunk vele indulni. Uh-huh. Amikor áthaladtatok a célvonalon, az milyen érzés volt? Az fantasztikus, mert tényleg az utolsó etap, bár 50 km volt, de nagyon lassan tudtunk haladni, keresztül vittek a belváros közepén, tényleg annyi ember volt, hogy érték a karosszériát. És ott, mire az a nap meglett, és meglett az egésznek az eredménye, a gyümölcse, hát ott tényleg ott tudtunk volna pezsgőt is bontani, meg mindent, az nagyon szuper volt. Na hát biztos vagyok benne, hogy egy életre szóló kaland volt a mindenféle érzelmi hullámvasút jellegével együtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velem az élményeidet, illetve nem csak velem, hát a kedves nézőkkel is, akik az e-taxinak látták ezt az adását. Gyere máskor is, és hát
Én kívánom, hogy pihent ki a fáradalmakat. Hát egy ideig ilyen sztorit nem fogok tudni hozni, de ha úgy van és hívtok, okay. Akkor jövök máskor is. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Hello, hello. Hello.